Van, aki a Sátoraljaújhely, van, aki a Miskolc felől érkező menetrend szerinti vonatot várta a Sárospataki állomáson. És van, aki ezt. A General Motors 1950-es években gyártott Nohab típusú mozdonyát, mögötte a régebbi kort idéző 1910-es, illetve 20-as években gyártott vasúti kocsikat. A szerelvény Budapestről indult, hogy a rajta tartózkodók közel 100 utasnak bemutassa így módon is az északi régió szépségeit. A szervezésben résztvevőknek pedig nem titok, Sárospataki kötődésük is van. Hobbi mozdonyvezető, én ma a Magyar Államvasutak biztonságáért felelő egyik vezető vagyok. Én a vasútbiztonsági főosztályt vezetem a Magyar Államvasutaknál. Balesetek megelőzésével, vizsgálatával foglalkozom alapvetően, és hát régi álmom, vágyom teljesült a mai nappal, mert régen szerettem volna már Nohabbal begördülni a Sárospataki vasútállomásra, mert hát ez a szülővárosom, itt születtem Sárospatakon, és még tulajdonképpen érdekességként mindig el szoktam mesélni, hogy én ilyen született vasutas vagyok. A Sárospataki látogatás során az egyik vágányon kapott állandó helyet a szerelvény, így azt bárki megtekinthette az itt élők közül is. Patak születői vagyunk, többen, hiszen a két mozdonyt vezetne a Földházi Gyuri is innen származik. Nekünk a nosztalgiánk az a filozófiánk, hogy ismertessük meg Magyarországnak a szép tájait ezekkel a vonatokkal, és azért vetésforgó szerint eljutunk keletre, nyugatra, és külön öröm, hogy most ebbe az évben Patakot választottunk, és eltaláltuk kicsit, mert több mint 100 utassal érkeztünk ide a Bodroppal térténbe, és én azt hiszem a közönség a kultúra kedvelők között, tehát nem csak azt a gasztronómiát és a vasútbarát dolgokat, mert hiszen olyanok is vannak, akiket nagyon tisztelünk természetesen. És én azt hiszem, hogy ez tényleg egy külön és közös siker Pataknak, hiszen megvan az imidzse, megvan a vonatnak is az imidzse, és így kettő összejött, és itt vagyunk. Amíg a mozdonyt és a vasúti kocsikat megcsodálták az érdeklődők, az utasok Sárospatak nevezetességeit tekintették meg, majd a Nohab kocsijaival késő délután indult vissza a fővárosba.